A több mint 30 műalkotást az elmúlt 10 év alatt készítette a művész. Az összeállításban államalapító Szent István király domborműve mellett több magyar király és királyné szobra is helyet kapott. Amikor felraktuk a kiállítást, én magam is meglepődtem, hogy milyen történelmi hangulatot árasztanak, milyen domináns arcokat tudtam kihozni, fényképek, művészeti alkotások és elképzelések alapján. A tárlatot dr. Korhec Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg. Hangsúlyozta, az MNT fontos feladatának tekinti azt, hogy teret biztosítson a kortárs képzőművészeknek. Nem csak múltunk van, a kultúránk nem csak hagyományokból áll, hanem ez folyamatosan újra termelődik. Másfelől alkalmat szeretnénk biztosítani a befogadók számára, a művészetpártolók számára, a laikusok számára, hogy ezekben az esztetikai élményekben részesüljenek, hogy legyen egy hely, egy találkozó hely, ahol hát megbeszélhessük azt, hogy mit is mond a számunkra a művész, mit is mondanak, mit is üzennek ezek a tárgyak a számunkra. A magyar történelem kiemelkedő alakjait és a magyar szenteket ábrázoló kiállítás 3 hónapig látogatható a Magyar Házban.